Éljen a magyar szabadság, Falkó bácsi! Falkó bácsi! Éljen a magyar szabadság! Éljen, Falkó bácsi! A magyar! Éljen, Falkó bácsi, a magyar! A szabadság! Kossuth Lajos kalapjára. Március 15. Szent nap ez, mely örökké ragyogó betűkkel van történelmünk könyvébe írva. Ez a magyar legszebb ünnepnapja. Ez a nemzet újjászületése napja. Ez a nap a szabadság napja. Ma van 100 éve annak, hogy a magyar nemzet kezébe ragadta a zászlót, melyre szabadság, egyenlőség, testvériség jelszava van felírva. Nehéz időkben történt, amikor csak a hazafiak szíve mélyén, a püstölőt, ha szépen megkérlek! Amikor csak a hazafiak szíve mélyén élt, háborítatlanul, a herényre vigyázz nagyon! A szabadság érzete. Szabosak! Jó van, na! A nép az egész világon rabigában sinlődött. Hová tetted te? Selejt! Ott van a bergető mellett a bödönökön! Mindenütt zsarnokok ültek a nyakán. Aki a népnek szabadságot mert kérni... Na, szorgoskodjunk, királynő, mert a TSZ már tűnkön ül. Azt kurva poroszlók börtönbe hurcolták. Nem akarom, de... engem is följelentse nekünk a letőjéket. De nem szolgáltattad a rohadt paradicsomot, 2 évet kapott. De jött egy korszak, egy év, akkor még nem amely... volt rohadt. Amely lángbetűkkel írta bele magát évszázadok történetébe. Ez 1848. A nép az egész világon széttörte láncát. Párizsban, Bécsben, Milánóban kiütött a forradalom. Nekünk is akadtak nagyjaink ez időben. Széchenyi, Kossuth, Vörösmarty, Liszke, Kölcsey és a többi nagyok. Külön nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük körünkben a ma a 115 éves Hangya Pált, Falkó bácsit, aki részt vett a szabadságharc kísérleteinek, Baranya megyei eseményeinek lebonyolításaiban. Bravo! Köszönjük!
hát, nem amikor... a bödönökön volt, hanem a kúpos mészűrő álványhós réhen, te selejt. Hát amikor ezek a magyar váteszek... Nem tudom már mit, hová teszek. Megvilágították a magyar múltat, saldokló jelent, felrázván a nemzetet aléltságából, mely fegyvert fogott, hogy megvédje veszendő szabadságát. És megteremtse egy önálló, öncélú nemzeti élet principiumait. Most pedig fogadják nagyon sok szeretettel. A faszom! Pauza! Nyugodj meg, Elek! Egy feles nyelek! Egyszer valami kaja esik, esküszöm megölöm. Kalapjára, Palkó bácsi! Akkor már annyi? Sanyikám, pauza. Nem zavartunk titeket, ugye, édesem? Igyon valamit már, korcs már! Legyen! Ne igyon a korcsmár! Nem kérek? Nagyon örülök, hogy édesapámmal ilyen nagyon jól megvannak. Jó vagyok! Megvagyok! Kapra esett! Kossuth Lajos! Kalapjál! Holnap van március 15-e! Büszke vagyok rátok, gyöngyös bokrétások! Így van, ilyen szép, méltó műsor. Ügyesek vagytok! Köszönjük! Ugye, Ele? Hát, amíg édesapámmal nagyobb műsort csinálnak mi nálunk, addig nehezen lesz itt forradalmi a hangra. Nem emlékszem rá, fiam, hogy sokat csoszmorogtunk volna? De bizony csoszmorogtunk! A munka az nem csoszmorgás. Ha a méh dolgozik, akkor mi méh ne? Serkentőetetés, pergetés, fias keretes szerkezet szerkesztés, itt a kikelet, és ha mi nem tesszük a dolgunk, bojdul a mésereg. Áron, hagyjad már gyakorolni a gyerekeket. Jön a friss vegyes virágért a pistuknál. Jaj, né! És ha addig nem kergetem, te kergetem, pergetem csuporban. Csak azért, mert zsidó? Csak azért, mert ronda. Akkor nem lesz mézes. Inkább fogd be a lepényesőt. Pedig prima pékapitta. És húcstól mohácsig nem lesz. Nekünk mohács kell. Szeptot tudjátok-e? Ez az egész mezőgazdasági térséget mi mézeljük, a Pista meg lepényezi. Tudjuk, Áron, szevasz. A legjobb mézes lepény. Egyáltalán, hogyha nincsen mézes lepény, akkor szegény Pista, mivel fog udvarolni a mi tukánknak? Ne kompromittáld a személyzetet! A ropogós tészta, is benne méz, totyog! De. Felajánlok egy kisebb összeget, hogyha folytatni tudjuk végre. Hiszen nálunk tanítok! Meg vagyunk! Kitukám! Aztán, hogyha a Pista megkéri a kezét, akkor mi a Giszkével kiadjuk magát a cselédsorból. Én Giszkém is cseléd volt, hát maga se lehet rosszabb nála. Újra megfele! Jó van már. Mi sorozatok, gyerekek? Ikassátok meg a hagyjapalkóbácsit! Az én kertem a tiétek is, Rózikám! Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, Áron bács! Jaj, csak ne dicsérd, mert újra kezdi. Tessék! Rózikám, nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Maradtok, amíg kedvetek tartja. Vagy ameddig a Rákosi papa el nem veszi a mi házunkat is. Köszönjük, Giszke néni! Ugye, Ele? Há! No! Hagyjad, Rózikám, Schwab! A dolog van, dolog van. Elek! Áron! Nem kell, Elek! Neked te is, Anyi, álljál be a helyedre! Mi gyűn, tanítóka? Hogy mi gyűn? Mi gyűn? Ugrunk az ugrósra! És utána jön a gólya! Igen, a gólya! Nos! Most pedig fogadják sok szeretettel. A füstölöm! Bocsánat, csak ez kell a méheknek bepüszkölni, hogy... És akkor nyugodtan lehet a finom lépet. Jó, apropó, ha végeztetek, mit tukám? Segíts vagy csuportba csúrgatni a lépet. Igenis, Hóman úr. Meg vagyunk. Most pedig fogadják sok szeretettel a Nagyharsányi Gyöngyös Bokréta Mozgalom jubileumi március 15-i megemlékezési műsorát.
Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság, egyetértés. Kívánjuk a sajtó szabadságát! A cenzúra eltörlését! Felelős minisztériumot Budapesten! Évenkénti országgyűlés Pesten! Törvény előtti egyenlőség polgári és vallási tekintetben! Nemzeti őrsereg! Közös teherviselés! Úrbéri viszonyok megszüntetése! Képviselet egyenlőség alapján Nemzeti Bank! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra! A magyar katonákat vigyék el tőlünk külföldre! A külföldi magyarokat! A Krisztus a kereszte! A magyar katonákat vigyék ki a jó lesz! Jó, ez így! A politika státuszfoglyok szabadon bocsátassanak! Unió! Erzélyen! Unió! 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 Melyik fele nem fér a fejedbe? Az uni vagy a jó? Kérdezte. Rózikám, drága csillag, nem maga nem tenni. Nem maga van a premier, hanem holnap van Gitta, úgyhogy legyünk szívesek újra leállkodni, és annyit kukorjunk a szóhoz. Ele? Gitta pálya alkalmatlan, lássuk be. Melyik szó? Ez? Vagy ez? Olyan lyukas az agya, hogy égni fogunk, mint a német parlamentele. Rózi? Egy sehonnai! Bitang cselét! Az vagy! Ugye Gitta? Egy sehonnai! Bitang cselét! Igenis, mackó asszony. Ne cselédez! Bocsánat, viszkeni! Rózi! Hát most még ötvédet! De ötvédet hol már nele? Nem védek én senkit, Rózikám, drága mackóm, de hát te destruálod itt a gyakorlást. Igen. Szó. Csöndne levegy! Eszóljon! Csönd vagyok, köszönöm! No, akkor kelleni fog egy besúgó, és akkor rendben vagyunk. Hát ha... Gittukának gondja támad az unióval, akkor majd besúgod. Én biztos be nem súgok. Kisúgja be neki Rózi, a Sanyi. Besúgom én, besúgom én. Nem kell engem besúgni. Hát pedig uniónak meg lennie kell. Hát tudom, hogy nem jött össze, de legalább kimondás szintjén. Hát összejönni összejött, unió. Erdélyen! Szibériába, pakovács, Szibériába. Magyar is súgok magam. Úgyhogy besúgod magad. Szózál, Sanyi, szózál. Unió! Unió! Hát tudod, te ezt gitta! Szerintem panikokat, de szerintem, hogyha csak itt besúgom magam, mert különben nem viszont. Na, ha jó lesz ez így! Besúgni március 15-én elek! Félre ismertelek! Drága bokrításaim! Drága bokrításaim, tudom, hogy nehéz idők ezek, gitta! De hogyha méltón akarjuk megünnepelni ezt az áldott eseményt, vagy értitek, ünnepnapot, akkor félre kell tenni az osztályharcot. Mindenki ideges, persze. Nekünk is elvették a házunkat a Rózival. Sanyinak ráment az agya a tintára. Semmi baj, Sanyikám, én is voltam katona. De pont ez a jeles évforduló, ez a 100 év ad alkalmat arra, hogy megmutassuk ezeknek a stahalovista, sztálinista szarzsákoknak, hogy a magyar az nem felejtette el, hogy mi a szabadság. Bizony! És szerintem nagyon szép, egy színvonalas műsort állítottunk tam össze, és hogyha úgy adjuk elő, ahogy, akkor fel fogjuk hozni a nézőben a figyelmet. És érteni fogja, hogy ha bár fölül a gálya, és alul a víznek árja, ugye? No! Hallják! Akartok-e végigmenni a közös úton? Az én fiam. Megénekelni akarjuk! Igen, akarjuk! Nem hallom! Akarjuk! Akarjuk! Mackó asszony, így áll gyufa! Sanyikám, mutogassad a szárnyaidat! Csak bátran, Sanyi! Nem kertelek! Ne kertelj, Sanyi! Álljál be a helyedre!
Dobtam Mihály gólyához. Megjelentem őt. Fúr egy madárnak. Tészkedem, megfirandatod. Beletős állj, de magad. Benned valam. Távozz! Ne járj a mezőn. Van ott. Ne menj a tóba, sértő lázom. Jó lesz ez, Sanyi! Jó lesz! Igen, igen, igen. Kicsit lassabban! Lassabban kell az egész. Honnan megyek? Ne járj a mezőn! Ne járj a mezőn, a temető van ott, ne menj el a sorba, a vértől áradott. Házasságban visz néha. Nem tudom. Szépen mondja Sándor. Mondja már. De súgja. Mi a szöveg Sándor? Sanyikám, ezt nem tanultad meg. Tehát az eleje még ment valahogy jól van, de ezt te nem tanultad meg. Hogy ezt szépen mondtam? Hát mondani mondtam, de hol a többi, mit tudom én, hogy hány vers? Hét. Mióta nálad van az a könyv, Sanyi? A tete. És ennyi idő alatt nem lehet beseggelni? Bele lehet seggelni. Odaadtad neki a könyvet? Milyen könyvet? A Tompa összes. Hagyja Pari bácsi Tompa összesét. Tompa Mihály személyesen szigrózta. Tompa Mihály? Pali bácsi? Sok-sok szeretettel. Atya úristen, hát az egy vagyon, az egy kincs. Ami nincs. Tessék. Nem kettelekelek. Ne kettelek. Sanyi. Sanyi. Igen. Mi van? Sanyi. Sanyi? De Sanyi, az te vagy! Így van, én vagyok. Szia, Sanyi! Szia! Hol a könyv? Hát a könyv. Az... Jó, adjatok inni neki valamit. Oké. Itt a... Igyom valamit már, korcsmát. Kalapjára. Sanyikám, egy kis ozsonnát mellé. Jó, jól este egyébként. Hol az nemes Erol? Nem. Hol a Tompa Mihály összes költeményei és műfordításai Korcsmár Sándor? Bocsáss meg, jelent. Elhagytak. Seggeltem, Elek. Seggeltem. Tudta nálam volt. Odom alatt is beraktam. A szemem fejek kutya fasza volt a Tompához képest. Édes fiam, ezt jól elbasztáltak. Nyugodj meg, Elek. Kisütünk valamit. Nem sütünk! Nem sütünk! Ez nem egy pékség, itt van. Ez nem egy pékség. És a színház az nem kenyér, meg nem cirkusz. Elek. Most népművelek. Fölböfögni a 12 pontot, kérőzni, lomhán, nyálasan, ez talán az ökrök dolga. Ha nincs magunknak tavaszunk, pusztuljunk a pokolba. A gólyáhozra építettem föl az egész műsort. Sanyi! Nem elég, hogy kevés vagy a gólyáhozhoz, de még el is hagyod. Ebben a kötetben van az egyetlen nyomtatott a gólyához egész Baranyában. Akkor már ennyi. Nem ennyi már, Sanyi! Nem ennyi! Hol jártál a gólyáhozzal? Hát, szoktam járni otthon. Voltam a bányába, kocsma, posta, kocsma, bánya. Pékség? Hát az istené, tocsogos a mézes tepény, Isten, ennyi? Nem, még kocsmában is. No. Akkor most ebédszünet alatt, Sándor miatt, premier előtt és gyakorlás helyett a nagyharsányi gyöngyös bokréta mozgalom összes tagja a Tompa összes nyomába ered. Egy-kettő sipíc mindenki! Unió! Kivéve a gittukok, mert ő papíron már lépes csurgat csuporba. Igen.
csönd vagyok. Jó van, akkor hárman. Nem baj, nem olyan nagy nagyharcsán, Rózikám irány a fékség. Én meg megyek a kocsmába. Én megyek a kocsmába, te meg megnézed otthon. Itt találkozunk! Cseléd élet, rongy élet, ugye Gitta? Na ugye? És mondja, Hóman asszony. De van kiút. Milyen kiút, Hóman asszony? Milyen kiút, milyen kiút? A szerelem? A lófaszt a szerelem. Hanem. Én is voltam szerelmes ennyi idősen. Fiatal voltam. Szép, csöcsös, bögyös cselédlány, pont mint te. Mondjuk én azért. Mindegy. A szerelem csak szívgyötrelem. Milyen igaz, Hóman asszony. Főleg, ha már foglalt a galambot szíve. Miről beszél, Hóman asszony? Nem ma jöttem le a spediter kocsiról, angyalom. Tudom. Hát igen. Igen. Az Alek nem szeret téged. Ott van neki a Rózi. Ne, nem mondom el neki, Gitupa. Felejtsd el őt. Jobb lesz úgy mindenkinek. Nekem elhihet. Olyan férfi kell, aki kiemel ebből a csendes, nyomorúságos cselédlétből. Akinek van pénze, háza, pénze, és nincs neje. Olyan ronda ember ez a Steiner. Ronda? Mi az, hogy ronda? Nézd már meg az én áronomat. Hát az legény korában sem volt egy matyó hímzés, és hát az évek se váltak a javára. De tisztességes, böcsületes, kicsit főbeszédű, de ember. Steiner, nem ember. Mert nem úgy, hogy zsidó vagy ilyesmi, hanem hogy nekem így külsőre, nekem smassz a pajasz a Hóman asszony. Másfajta férfiak dukálnak, mert a fajta alatt nem a... Értem! Pista! Jaj, gyere vissza, Pista! Te ostoba cseléd! Gyere, Pistukám! Vártunk, Pistukám! Egész idő alatt téged vártunk! Én nem. Azt hiszem, a jelenlétem itt egyesek számára terhes. Nagy, dehogy is. A Gittuka nem úgy értette, hogy rád, hanem úgy általában sértegette a zsidókat. De Gitta! Így áll, édes, házi mézes. Hát akkor én. Te nem? Gittu, te leülsz. Jó napot kívánok, Falkó bácsi! Na, megyek, szólok az Áronnak, hogy meggyüttél. Addig a Gitta fényesre nyalja a csukrot, ugye Gitta? Na úgy. Szépen, Giszke néni. Apádra ütöttél. Steiner. No, Áron biztos megint a heréivel van elfoglalva. Ide rúgasson. Nyalt ki, Gittukám. Fényesre. Hoztam mézes lepényt. Jó van. Szép lesz a műsor? Nem. Csak nem lehet olyan rossz műsor, ha Magácska is szerepel benne. De. Jut eszembe. Steiner úr, nem lehet, hogy maga csak ott ül csendben és hagyja, hogy fényesre nyalja magának, aztán puszpasz. Nyalja csak, Gittácska, nyalja. Akkor szépen csendben ezt leteszem ide. Mit tesz maga? Hát én csak itt ülök. Mit tett le az asztalra? Nem akarok én most itt nagyképűnek látszani, de van egy végségem. 3 év alatt összehoztam. Háború után már 2 kemencés rendszerrel dolgozunk. Milyen könyvet tett oda? Ja, hogy ez? Hát ez csak egy Tompa Mihály összes költeményei és műfordításai. Tompa Mihály összes költeményei és műfordításai? Sok szeretettel. A Sándor a minap nálam felejtette a pékségben. Nagyban tanult belőle valamit, de én egy kumaszót nem értettem belőle. Miért nem szólt? Hát, tanítóka, megtaláltam a gólyához! A gólyához? A Tompa Mihály összes költeményei és művős... Mit képzel maga? Mit fontos? A gólyához index alatt van! Csendőrség! Csendőrség! Még egyszer hozzám!
soha többet nem nyalom ki magának. Itt a gólyához lőttek. Mi az, hogy lőttek? Index alatt van. Maga meg alattam is? Gitta, index! Igen, értem, hogy index, de mi az, hogy index? Index. Unió! Én nem tudok ilyen idegen szavakat. Partikularizmus, partikularizmus hátán. Én egy ilyen egyszerű ember vagyok. Nem úgy, mint maga, már mint ez alatt nem úgy általában a zsidókat. Értem. Az index azt jelenti, hogy a gólyához ért elviszik. Elvisznek. Betiltották. Hogy betiltották? Túl sok benne a reakciós elem. Reakciós elem? Most szórakozik velem, és tenyel, mi az a reakciós elem? Az az, Gitta, hogy a gólyához ért elviszik. Elviszik Pécsre, aztán illaberek, nádakerek már agyon is verték, Gitta! Én már világos. Lesson, Görgei! Hát a tanítóka a gólyáhozra építette fel az egész megemlékezést. Akkor üzenem annak a hortista Hómannak, hogy húzza ki a tompát, mert ami még itt a Petőfi utcában elmegy, az a Kossuth szobor előtt öngyilkosság! Steiner, maga megmentette az életünket. Nem akarom, hogy agyonverjék Pécsen, Gitta. Meg se kínál abból a mézes lepényből! Dehogy nem! Dehogy nem! Kis van. Tessék. Tocsog! Végül is tisztességes, becsületes, és hát mégiscsak ember. Steiner, Kim. Ne kell, hogy mondjam, hogy nem vagy ebben a szép új világban, de még a Horthy korszakban se ettem én ilyen tocsogós, mézes lepény. Pedig Áron bácsi szerint akkor minden jobb volt. Ez igazán nagyon jól esik, Gitta. Ha politikailag nem is. Miből van ez? Akarja tudni? Igen. Ritka búza, ritka árpa, ritka aros, ritka kislány, aki takaros. Lám az enyém, lám az enyém, lám az enyém, lám az enyém, picike, picike, nem magos. Hej, te kislány, 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 csókolom a csöpszádat. Ha egy kicsit nagyobb volnál, ha egy kicsit nagyobb volnál, mindjárt megcsókolnálak. Hej, te kislány, 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 csókolnál. Én magát! Leszarom! Leszarod, leszarod, iszke, hogy leszarod a herémet! Akkor is fontos az egészségük. Itukám! Itukám, mindjárt itt van a... Pistukám! Jó egészséget, Áron bácsi! Pistukám! Hogy vannak a heréi? Mint a ma! Jobb félni, mint megijedni. Na és... Itt, addig. Jó van. Jó van. Na, örülök nektek. Na, Gitukám, röfentsük be azt a pergetőt. Igenis. Hol, gyorsan örülnek nálunk a méhészet malmai. A szokásos lépes a lepényhez? Ha az ide is olyan, mint a tavaly, akkor pláne. Tudod, ezek olasz méhek, de ezek úgy dolgoznak, hogy a Rákosi megnyalná mind a 10 ujját. Egy mézes ágyas, Pistukám? De csak egy hangyányi tárom, bácsi. Mert jaj a büszke koszorúnak, amit Efraim részegei viselnek. Jó mondja, te profétád, édes fiam. Kossuth Lajos kalapjára! Hogy megpistosnál? Tele van a szívem szerelemmel, Áron bácsi.
szerelemmel? Úgy érzem, hogy most végre csurran csöppen nekem is valami. Jaj, kitukával! Az már egy lefutott meccs. Gondolja? Nem tudom, tudod-e, meséltem-e, egyszer voltam Portugáliában foci meccsen. Vesztettünk, mindegy. Legyünk a Gézával az utcán. Mesélte már. És egyszer csak utánunk szól valaki, hogy gyertek be! Magyarul! Bementünk, és kiderült, hogy a Horthy gazda volt. Hogy ezek meséltem már. Meséltem már. Miért nem mondod, nem mondom el még egyszer. Hogy meg, kisukám? Milyen újra otthon? Otthon? Azt meséld el, Pista. Mit mondjak? Egyedül vagyok abban a nagy házban. Minden ugyanúgy áll, ahogy régen. A bútorok, a képek a falon. Mint hogyha nem is történt volna az, ami történt. De tudod, hogy bármikor visszaköltözhetsz ide hozzánk, ez a te otthonod is. Nem, köszönöm. Már az elekéktől most éppen elvették a házukat, de jó sok ember kis helyen itt. Köszönöm a jóságát, Áron bácsi. Ha maguk nem lettek volna, akkor én már régen elmentem volna a testvérem után, a szüleim után, a tűlvilágra. Istokám. Talpra kell állnom, Áron bácsi. Belépesíteni ezt a nagy házat. Nehogy én maradjak az egyetlen zsidó itt Nagyharsányban. Jól mondod, édes fiam. Felejtsük el ezeket a régi rossz dolgokat. Ne felejtsük el, Áron bácsi. Ne felejtsük el. Na, akkor megyek, megnézem azt a kaptárt, hogy mi a helyzet. Nem tudom, meséltem-e, a fiamék itt gyakorolnak az udvarban. Nagyon szép műsor lesz egyébként, de hát amikor ők itt harcolnak a szabadságért, akkor diktatúra van az udvarban, akkor nincs csoszforgás. Nekem hová lettek, de szerintem mindjárt folytatják a gyakorlást. Akkor én nem is zavarok tovább, Áron bácsi. Töltsük meg azt a csuprot, aztán én szépen lassan el is megyek. Hogy mondja Áron bácsi? Ne! Az a lépes! A faszom! Gyerek ide, fiam! Fogd meg a lépem! A lépés? Elég, ha csak füstölsz! Rend, Áron bácsi, hát! Tudja, hogy én... Persze, te fosd fel a méhektől! Csak ne mondja olyan hangosan, hogy itt a nem tudja! Gyorsan! Ötözz át! Nem érjük rád állidózni! Fölk veszély van! Fölk? Március idusa előtt, hogy a nyúlós költés rathadástól ments meg, uram, minket! Hozom a szemüvegem, meg kell vizsgálnom! De mit csinálja? Friszkölök, friszkölök! Befriszkölök, hogy csak ma... Friszkölök én, bármit is jelentsen az. Beröszentettem a törgetőt. Hála Istennek! Ne haragudjanak rám a Giszke nénivel. Én tudom, hogy mennyire szeretik a Sterner urat, és hogy szeretnék, hogy mi és én is nagyon sajnálom, ami a családjával történt. Meg minden is, és mindent megtettem, hogy a Giszke néni tanácsára valahogy így elfogadjam, és ment is, hát tocsogott a lepénye. Túltettem én még azon is magam, hogy olyan ronta, mint a bauxit bánya, és még nem úgy büdös, hogy büdös zsidó vagy ilyesmi, hanem úgy egyes, ő mint ember büdös, egy büdös ember van. Én még ezt is túltettem magam, amikor vele voltam Homanul, én olyan szerelmet éreztem, olyan feltartóztathatatlan, mint egy dicsőséges, felszabadító vörös hadsereg. És akkor a szemébe néztem, és azt éreztem, hogy meg kell neki mondanom, hogy szeretem. De nem őt, hanem a maga fiát. A Homaneleket, a tanítókát. Ne haragudjon rám, könyörgöm, Homan úr, ne haragudjon rám, de hát szétharsad a szívem, hogy nem mondhatom el senkinek, elmondom hát Homan úrnak, hogy én imádkoztam, hogy ne jöjjön a gólya. De eljön. Érzem. A maga unokájával. Nem lett meg az a gólyához.
Én imádkoztam, hogy ne jöjjön. Csönd velemet. Heréj, akkor szünetel az illem. Gitta. Steiner úr. Pista. Áron. Gitta. Rózi. Piszke. Takarodj a szememet. Takarodj! Mi van, Rózi? Kossuth Lajos kalapjának. Mi történt itt, gyerekek? Pista! Mi baj, Rózika? Gyere, Pistukám, hagyjuk őket veszélyben a család, siessünk! Ne idegesíts az a Tompa Mihály összes költeményei és műfordításai! Hát hol volt? Viszontlátásra, Giszke néni! Áron bácsi! Pista! De hova viszed, angyalom? A gólyáhozra építette az egész megemlékezést! Vigyen nyugodtan, Pista! Nincs itt már mire emlékezni. De hát az Elek! Az Elek fölcsinálta a Gittát. Áron. Azt meséltem arra... Mesélted, Áron. Akkor jobb. Áron, mikor metszed már meg a tujákat? Majd. Jó van akkor. Jaj, Rózikám, hát ide néz, isteni, tocsogós, mézes lepény, hát tocsog. No. Jaj, nézzenek oda, hát elfogyott a mézes ágyas, megyek, feltöltöm, hát csak elfogy. Sose felejtem el azt a korom sötét éjszakát. 1849. augusztus 13-a volt. Szársomjó bús düledékeim megállék. Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold. Ottan imádkozám én, az csillagok alatt, az magyar szabadságnak felvirágzásaért. Fiatal hegykelegény voltam én, ki alig ért meg 16 nyarat. Bízva bíztam a fordulatban, hogy kiűzzük az osztrákot, és az oroszt, az kétfejű sas, és az szibérmedvét. És miközben így imádkozám, egyszeriben nagy fényesség támada, és egy földiekkel játszó, egy istenséget látszó égi tünemény szellé át egy baranyai égbolt tündökletes csillagkertjét, és aztán az
Kietlen lény nem lakta éjbe hult. Gyászkönyv ült szemembe, mert tudtam, az magyar szabadságnak csillaga hunyt ki felettem. S szélkele akkor, mint sírszelekél, s szársomjó elontott oszlopi közt egy lebegő rém alak inte felé. Szevasz, Pali, mondom! A Tompa Misi bácsi volt az. Egy éjszakát nálunk szállt meg, csak hogy hosszú útporából köpönyeget legyen. Miért búslakodsz, Pali, kérdé? Mire én elmondám, gyászkönyv ült szemembe, mert mire ő félbeszakított, világos. Így folytak rá. Ne lógasd az orrot, hangyapalkó! Van egy gyógyír nemzetünk nyúlós, rothadó sebére. Azzal leszakajtott egy szál, ne felejtsd, gyöngyös bokrétás kalapjáról. Oda nyújtál nekem, és felfedé a nagy titkot. Egyet ne felejts, Pali! Kossuth Lajos kalap! No! Kocsmában nincs, egyikbe se. Rózikám, pékség, vagy te hol voltál? Nem jó helyen voltam. Hát nem jó helyen. Biztos, hogy a Sanyinál lesz, de akkor megölöm. Belefolytom ebbe a dézsa vízbe, komolyan mondom. Tényleg, itt a... Betézik! Betézik a királynő! Gyerek! Gyere! Nézd meg a lépem! Sehol egy pörk! Sehol egy rothadas! Vaklárma volt az egész! Épségben a család! Ugye csak egy kicsit jobban a dolgok mélyére kell nézni! Édesapám nem látta a gittát? Elek, majd... Fiam... Erre most nincs jó válaszom. Hogy lesz ebből megemlékezés? Sehogy! Na, én megyek és üdvözlöm a kis Pete babát. Rózikám! Aj, Rózikám, ne itasd már az egereket! Meg lesz ez a könyv! Érzem! Aj, Rózi... Én tudom, hogy neked is nehéz, de... Rózikám, aki citerán játszik, az ugyanolyan fontos, mint akinek szövege van. Gitta meg csak úgy jól mutatott elől, azt csókolom. Csókolod. Jaj, drága kis csacsi mackóm, nem úgy, hát én rá sem nézek. Sírva vigad a magyar, Rózikám! Gyerek, fiam. Édesanyám nem látta a gittát? Ezt nem a legjobb pillanatban kérdezem. Mindenki olyan segítőkész. Nem megyek a Sanyihoz, és hogyha nincs nála a Tompa, akkor megölöm. De ne a Sanyihoz menjél! Miért ne a Sanyihoz menjek? Bocsánat! Pista! Itt hagytam a kosaramat. Pistán, szevasz. De jó, hogy jössz, Pista édes. Fiam, nála van a kincs. A kincs? A viszontlátásra! Nálad van a Tompa, Pistán? Nála van. És te ezt tudtad? Én adtam neki. István, kérem vissza a kötitát. A Palkó bácsi is. Igen. Nem lesz arra neked most már szükséged, Hóman. Nagyon szépen kérlek, István, hogy csinálod. Holnap van a megemlékezés. Sanyi nem tudja. Megemlékezés! Hóman, Elek és az emlékezés! Ne keverjük ezt bele, István. Nagyon szépen kérlek. Fiúk! De nem velem baszol ki, Pista. Az egész falunak fontos ez a megemlékezés. Én tudom, hogy haragszol rám, és meg is értem, hogy haragszol rám, de... Megérted! Nem értesz te semmit! Pistukám! Fölrakni az édesapámat a teherautóra!
meg az édesanyámat, meg engem is, a két testvéremet! Na azt érted? Sajnálom István, ugye háború volt. Én egy parancsot kaptam. Nem tudtam, hogy hová visznek. Tegyük ezt most félre! Ne tegyük félre! Mondjuk ki! Buhenwaldba vittek minket, és egyedül én jöttem haza! Mit szeretnél én tőlem, Pista, hogy halljak bele? Én csak azt akartam, hogy hagyjál engem békibe! Hagyjalak téged békibe, Pista, 3 éve lesz a szalja. 3 éve a fékséget közelében nem mentem, 3 éve nem ettem bére, hogy végre béke legyen és nyugalom. Én szerettem a Gittát. Én meg nem szeretem. De felcsináltad el. De hogy csináltam? Gituka elmondta. Van akkor? Ezek szerint felcsináltam. Na én? Csak egy cseléd. Lek. Gitta, iszik valamit szépen, és el van felejtve a történet. Nem? Hagyjátok abba! Hagyd abba! Nem! Nem! Megölnéd a testvéret, te nyomor úr! Ne gizked, ne most! De mostára, mikor, ha nem most? Mit mikor? Testvérek vagytok! Fél testvérek. Steineréknél voltam, cseléd, amikor téged a hasamban hordtak. Mari, gömbbe jödött, amikor megkértem a kezit. Édesanyám és a Steiner apja. Én is voltam cseléd, te pedig az apádra ütöttél. Miért nem mondták el ezt eddig? Édesapád megesketett, hogy ne mondjam el senkinek, csak így tarthattalak meg. Meg hát... Meg hát szégyeltem is. Aztán megjöttek a németek, és nem akartuk, hogy téged is elvigyenek Buchenwaldba, fiam. Vagy... Elek. Elek! 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 Nem kertelek! Inkább kicsit most kertelje, Sanyi drága. Ellopták! Ellopták a gólyához! A gólyához! Voltam otthon, kerestem! Igen, voltam a kocsmában is, bocsáss meg! Ott is voltam! Ott sem volt! Ott sem volt! Szabasz, Pista! Korsot utcán jöttek a csendőrök! Elek, náluk volt a gólyához! Mondtam, hogy adják oda nekem! Kértek tőlem! De egészetből nem adták oda! Téged keresnek, Elek! Mondtam, hogy itt vagy a Petőfi 15! 15-te! Minek jönnek azok ide? Ellopták a köteket? Gólyához! Mi a szegény fejem? A gólya izé alatt van. Mi izé alatt? Index. Tele van ilyen izé elemekkel, meg ilyen reakciós izékkel. Isten. De akkor a tanítók hát agyonverik Pécsen. Az nem jó. Az nem jó, holnap van a megemlékezés. Miért csináltam? Isten. Meneküljél, fiam! Visszakérem, Elek! Besenkelem! Besenkelem! Gyerünk! Rózikám, akkor mégiscsak elmarad a megemlékezés. Elek! Tompa már gólyához! Rózi! Rózi! Gyerünk, fiam! Gyerünk! Gólyamat! Nem!
Na megvan! A nagy titok! Tompa a Misi bácsi titka. Majdnem elfelejtettem. Megenyhült a lég, indul a határ, és te újra itt vagy, jó újra van. Ócska fészket megigazgatott, hogy ott kikölthesd tejtes matot. Csak vissza-vissza, meg ne csaljanak. Család, napsugár és jó patak. Vissza, vissza, nincs itt ki kelet. Az élet fagyva van, és megtermelik. Ne járj a mezőn, temető van ott. Ne menj a tóba, vértől áramít. Torony tetőkön nézvén nyughelye, tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet. Házamról jobb, ha elhúcolkodol, de melyiken tudsz fészket rakni, hol kétségbeesést ne hallanál alól, és nem félhetnél az ég villámaitól. Vissza-vissza. Félszigetje rá, de boldogabb vagy, mint mi, jó madár. Neked két hazát adott nemzeted, nekünk csak egy volt. Az is elveszett. Repülj, repülj, és télen valahol a bújdosokkal találkozol. Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthú nemzetünk. Sokra sín, sokra vakbörtön vagyunk. Kik élünk, járunk dúsan, szótlanul. Van, aki felkél és sírván megyen új hont keresni túl a tengeren. A mennyasszony meddőségért eped, szüle nem zokog holt magzat felett. A fény lelke örömmel eltelik, hogy nem kell már élni sok ideig. Beszéld el, hogy gyalázat reánk! Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk. A kidült fában őrlő szulakik, a honfi, honfira vádaskodik. Testvér, testvért, apát, fiú elad! Mégis ne szóljon erről ajakad. Nehogy ki távol sír a nemzetem, megutálni is kénytelen legyen.